A legelterjedtebb horgászmódszer, a dobós horgászmódszer. Ebben a filmünkben most ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni, bemutatjuk ennek a lehetőségeit, a technikáját. Helyszínül a harsányi horgásztavat választottuk, hiszen itt nem lehet behúzni, tehát csak és kizárólag dobós technikával lehet horgászni. A filmünkben szeretném bemutatni, hogy a távdobáshoz milyen botokat, felszereléseket, zsinórokat, jelzőket, illetve milyen technikát használjatok. Ha igazán kitartóak lesztek, a filmünk végén bemutatunk egy nagyon egyedi dobótechnikát, ez pedig a Titanic módszer. Forradalmasított. Akkor kezdjük az alapfelszerelésekkel, amik kellenek a távdobós horgászathoz. Először vegyünk egy botot. Egy 3,5 librás, illetve 3,9 méter vagy 4 méter körüli bot az, ami a legmegfelelőbb egy távdobós horgászathoz. Ezek a botok már úgy vannak azért kifejlesztve, hogy bírják az ilyen nagy terheléseket. Természetesen nem az alsó kategóriából kell választani, hanem legalább egy közép kategóriát, hogyha már egy ilyen 130 métert szeretném megdobni, akkor ne a legolcsóbb felszerelések között válogassunk. A botoknál oda kell figyelni arra, hogy a spitz gyűrű az úgy legyen kilakítva, hogy mint egy K-szériás gyűrűnél, tehát a vég karikához kapcsolódó két pálca része a gyűrűnek, az ledobja a esetlegesen földcsavarodó zsinort. Mert van egy ilyen pici íve a gyűrűnél, és ha véletlenül fölcsavarodna, akkor az le fogja dobni. Nagyon sok olyan gyűrű van, aminek nem ilyen a kialakítása, és ha rácsavarodik a zsinór, az azonnali szakadást fog nekünk eredményezni, illetve bottörést is sikerül vele elérnünk. A botok közül az X3, X4, illetve az X5-ös szériát tudom ajánlani. Ezek már megfelelők egy 120-130 méteres távolság megdobásához. Az X5-ös szériával már azért egy picit följebb is lehet dobni, 140-150 métereket is el lehet érni ezekkel a botokkal. Az orsókra, hogyha kitérünk, az orsóknál egy viszonylag nagy dobátmérői orsót kell választani, aminek jó a fékje, ezt a botokba le tudjuk ellenőrizni. Ezeket föl kell tölteni egy megfelelő méretű zsinórral. A 25 mm, 28, 30-asig el lehet menni. A 30-asal azért már olyan nagy átmérő különbségek vannak, illetve annyira vissza fogja fogni a dobást, hogy én inkább a 28-26 mm körüli zsinórokat ajánlom. Illetve van sok olyan tó, ahol már le van ez korlátozva, tehát 28 mm mondjuk a legkisebb méretű zsinór, amivel lehet dobni itt ezen a tavon, ahol most vagyunk, itt is ez a korlátozás van életbe. Tehát a legkisebb átmérő, amivel lehet dobálni, az a 28 mm. Ezt a zsinort, ezt úgy kell föltölteni a dobra, hogy a peremig, tehát ne alatta, hanem pont a pereméig töltsük, vagy egy nagyon picit túl. De az a veszélye van annak, hogyha egy picit túl töltjük a dobot, hogy könnyen leugrik a zsinór. Mondjuk ezek a vastagabb zsinórok, 28 mm, 30 mm körüli zsinórok, ezeknek van már egy olyan merevsége, hogy könnyen leugrik dobás közben, és akkor egy elég komoly gubancolódás fog a zsinóron keletkezni, ami utána ólomvesztés, felszerelésvesztést fog majd eredményezni. Ha föltöltöttük az orsó zsinórra, akkor egy csapó zsinort kell rákötni. Ez vagy fonott zsinór, vagy vannak ezek a vastagodó zsinórok, ami mondjuk 26-28 mm-ről egészen 50-55 mm-ig fölvastagodnak. Ez ilyen 10-15 méter hosszba szoktak ezek lenni, egy tekercsen általában három ilyen dobó előtét zsinór van. Ezeket könnyedén össze tudjuk kötni a monofil főzsinórunkkal. Fonott előtét zsinór, dobó zsinórt, az jelen pillanatban van a Foxnak is a palettáján, az pombos ilyen fonott előtét zsinór, ezt is egy kupos csomóval össze tudjuk kötni. Arra kell figyelnünk, amikor föltekerjük az orsóra, hogy egy 2-3 karika legyen az orsódobján a fonott zsinórnak, és alul legyen a csomó. Tehát amikor föltekeredik a dobra a zsinór, amikor dobás közben nem fogja akadályozni a csomó, a letpergő zsinort, így sokkal nagyobb távot tudunk majd elérni. Mert hogyha a csomó fölülre kerül, akkor egy 5-10 méterre rövidíti a dobásunkat. A mi palettánkról, a Fox palettájáról kétféle orsót ajánlanék.
az EOS 12000-es orsót, illetve az FX 11-es orsót. Az igazán nagy dobásokhoz inkább az EOS 12000-est ajánlom, az egy masszívabb, picit nehezebb orsó, de masszívabb orsó, jobban fogja bírni a gyűrődést. A felszerelések kiválasztásánál én javaslom nektek, hogy ne csak az árat nézzétek. Az egy elég tévútra vivő megoldás, hiszen sokszor az olcsó termék a drágább, hiszen hogyha 2-3 hónapig tudok használni csak egy terméket, akkor az nem volt olcsó. Mindenképp a jó árérték arányú termékeket keressétek. A botok vízparton történő tartására horgászat közben két lehetőségünk van, az egyik a leszúró, a másik pedig a rotpad. Az, hogy ki melyiket válassza, ez egyéni ízlés kérdése. A leszúrókat is tudjuk stégen használni, hiszen vannak leszúró talpak, amiket csavarral rögzíthetünk a stéghez, illetve a rotpadot pedig ugye nem is szükséges rögzíteni, ha egy jó rotpadunk van, hiszen vannak ilyen billegősek, amiket leszoktak rögzíteni, vagy középen súllyal, vagy pedig egy kampóval a stékhez hozzárögzítik. A leszúrónak egyetlen egy hátránya van, hogyha olyan részen horgászunk, például betonozott gáton például, az ott nem tudjuk a leszúrót használni, ott mindenképpen rotpadon tudjuk tárolni a botjainkat. Az elektromos kapásjelzők nélkülözhetetlenek, főleg a többnapos horgászatoknál, de természetesen, hogyha egy napra megyünk és szeretnék barátokkal a vízparton főzőskézni, bandázni, akkor is jól szolgáltat tesz az elektromos kapásjelző, ez jelzi számunkra a kapást. Az, hogy most távjelzőset veszünk, ez elsősorban akkor jelentkezik haszonként, hogyha tényleg több napra megyünk el horgászni, és akkor a sátorban is tudjuk észlelni a kapást, hiszen a vevőegységet bevesszük a sátorba, és akkor ha éjszaka kapásunk van, amikor mi éppen pihenünk, azt is észre fogjuk venni. Én a horgászataim során jelenleg leszúrókat használok. Régebben rotpadpárti voltam, de mostanában szeretem ezt a minimál stílust, a cucc is kevesebb ezáltal, úgyhogy leszúrókat használok. Ez a Black Label szériából mindent be lehet szerezni, ami a leszúrókhoz kell, rögzítő szárakat, stégtartó talpakat és egyéb eszközöket. A kapásjelzőkben, hát tényleg itt mindenki maga dönti el, hogy mennyi a keret. A Fox termékpalettáján számos elektromos kapásjelző található, itt mindenkinek a pénztárcája határozza meg, hogy melyiket válassza igazából, de egyet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, a Mini Micron X, ez egy új jelző a palettán, ez egy nagyon jó árértékarányú jelző, aki ezt fogja választani, az viszonylag kedvező áron kap egy nagyon minőségi jelzőt. Ha meg akarjátok könnyíteni a kapásjelző le, illetve felszerelését a rotpodról vagy a leszúróról, akkor használjátok a QR rendszert. Ez egy mozdulattal segít nektek eltávolítani a jelzőt. Ahogy melegszik a víz és egyre magasabban süt a nap, a sekélyvizek egyre jobban fognak szerintem halat adni. Ez is innen közvetlen a nád elől. A már beharangozott, különleges dobás technikával bejutatott szerelék adja ezt a halat. Nagyon jól elhúzta ez is.
fogom nektek most mutatni azt az előkét, amit én szoktam használni a nagy távolságokra történő horgászatok során. Ez előke egy fluorkarbon zsinórból, illetve egy Fox Stiff Rig Baked nevezetű horogból áll össze. Azért jó használni a fluorkarbon előkét, mert ez a dobás közben nem csavarodik rá a fő zsinórra. Merevségénél fogva távol tartja a csalit a fő zsinórtól, illetve amikor becsapódik a vízbe, akkor se fog gubancolódni. Lent a hal, amikor rászív a horogra, akkor annyira merev az előke, hogy utána nem fogja tudni kifújni, és jobb lesz az akadás. Jelen pillanatban is ezt az előkét használom. Ennek az előkének a megkötését egy korábbi videóban már megmutattam, ezen a linken meg tudjátok nézni. Dobós horgászatnál a végszerelékeinket az egyszerűség jellemzi, hiszen itt nagy a veszélye, hogy összegubancolódik dobás közben, ezért erre az egyre kell igazából odafigyelnünk, hogy ne gubancolódjon. Én a szememmel mindig lekövetem a dobást, ezért használom a napszemüveget is, ugye, hogy véglátom, hogyha szépen helikopter propeller mozgással mozog a szerelékem, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy az vízbérkezéskor nem fog gubancolódni, de hogyha nem ezt látom, akkor minden esetben újat dobok, nem bízom a véletlenre, hogy esetleg egy feltekeredett előkével üljek órákig a vízparton. Ilyenkor, mikor melegszik a víz, intenzíven süt a nap, ugye a felső vízréteg sokkal jobban melegedik, följönnek alak a felső vízrétegbe, ilyenkor, mint most is, nagyon szeretek zigelni, ugye ez azt jelenti, hogy a csalimat víz közt, vagy akár a víz felszínen kínálom föl. Most nem is olyan régen még nagyon szépen forogtak a halak, mutatták magukat a víz tetején, egyértelmű volt, hogy az egyik botomat zigre kell szerelnem, ehhez pedig nagy segítséget nyújt a Foxnak a zig készlete, ugye az egyik a kapocs készlet, amiben minden eszközt megtalálok ahhoz, hogy gubancolódásmentesen juttassam be a szerelékemet, a másik pedig a csaligúzó készlete, ami abban nyújt nagy segítséget, hogy horogbefordító is van benne, ezáltal biztos akadással fog az iges szerelékem működni. Keresem a partszéli helyeket ilyenkor, mikor melegszik a víz, és nem feltétlen nagy dobásokkal igyekszek halat megfogni. Nagyon sokszor látom azt, hogy sokan ebben látják a megoldást, hogy minél nagyobbat kívánnak dobni, minél sokszor erőn felül, ugye nem biztos, hogy ugyanoda tudnak horgászni, ahova etetni. Ezért nagyon fontos, hogy olyan helyet válasszunk a dobás célpontjául, amit folyamatosan tudunk etetni is és horgászni is. Ez az egyik szempont. A másik pedig, hogy járjon ott a hal, hiszen tavasszal, amikor melegszik a víz, a szélvizek sokkal jobban melegennek, ott jelennek meg először a ponynak a természetes tápláléka, ugye ezek a planktonok és egyéb vízi állatkák, amiket ő megeszik. Ez a part szélén jelenik meg, és ott fog a hal járkálni. Nem is olyan régen fogtam innen a nád szélétől 3-4 méterre egy gyönyörű szép 15 fölötti pontyot, úgyhogy eredményesen lehet horgászni. Itt Harsányban is látom, hogy mindenki 130-140, akár 150 métereket horgászik. Igen, be van állva középre a hal, mert ugye körbe horgászható a tó, ezért próbálják azt a részt keresni a halak, ahol ők nyugalomban lehetnek, de bizony járják a nád szélét is, ahol számára az értékes táplálékok vannak. És akkor most jöjjön talán a film egyik legfontosabb momentuma, hogy is kell kivitelezni magát a távdobást. Ami nagyon lényeges, ugye egy megfelelő kesztyű, illetve ujjvédő, hogy ne vágjuk el az ujjunkat. Most a közeljövőben jön ki ez új kesztyűje a Foxnak, egy spombos kesztyű. Azért praktikus, mert jobb, illetve balkezekesek is tudják használni. Mind a két kesztyűn ujjvédő található, ilyen bőr ujjvédő, jobb, illetve balkézen is, tehát aki balkezes, az is fog tudni vele dobni. Ami lényeges, föltekerjük a fonott előtétet, alulra elhelyezem a csomót, és utána megfelelően föltekerem, én itt egy picit följebb tekerem magát az orsót. A nagy távolságok eléréséhez a dobot föl kell teljesen csalnunk fölőre, tehát itt jelen pillanatban ugye én nekem alul van, ezért visszaengedem a zsinort, és megpróbálom addig tekerni, még a dob ki nem
fog csúszni a felső holdpontjára, és itt fogom rátekerni a Fonoginort. Mindenki egyedi önmagához mérten kell, hogy föltekerje az olmot, mert az alacsony embereknek ugye följebb kell tekerni az olmot, mert amikor hátra lendíti, vagy hátul tartja a botot, és leengedi hátul, neki hamarabb le fog érni az ólom, mint egy magasabb egyénnek. Ezért mindig úgy kell beállítani. Általában az ideális az a alulról mérve a második gyűrűig, vagy a második, illetve a harmadik gyűrű közé kell leengedni az olmot, akkor ideális a dobás. Ami lényeges még a dobásnál, fej fölé vesszük a botot, az orsónál lévő kezünk az függőlegesen áll, teljesen függőlegesen, illetve én ugye jobbkezes vagyok, én bal kézzel fogom a botnak a végét, megmarkoljuk. Ami lényeges, a függőlegesen álló kezünk az mindig függőlegesen álljon. Akkor tudunk igazán nagyot dobni, mert ha már be fogjuk hajlítani, akkor onnantól kezdve tolni fogjuk a botot, és nem lesz megfelelő húzása a dobásnak. Az előlévő kezünk, amivel a botnak a végét fogjuk, azt pedig be fogjuk húzni a hasunkhoz. A lényeg a dobásnak az, hogy mind a két kezünkkel dolgozzunk. Tehát ne az legyen, hogy az orsónál lévő kezünkkel toljuk a dobást, a másikkal pedig csak levezetjük, hanem a másik kezünkkel, történetesen nálam a bal kezemmel, berántom a hasamhoz, tehát rántom a botnak a végét, átfordítom a botot, akkor lesz ideális a dobásunk. A másik, amit figyelni kell, én úgy szoktam általában dobni, hogy összezárom a két lábam, és támadó állásba kilépek, betámasztok, stabil állásba állok, és úgy fogom kivitelezni a dobást, és úgy fogom meghúzni a dobást. Nézzük, hogy ezt én hogy fogom most kivitelezni. Jelen pillanatban 130 méternél van egy jelölés nekem az orsónál, azon kell, hogy túldobjak, illetve utána, amikor lerakom a rodpodra a botot, akkor itt kell, hogy legyen a jelölés az orsó környékén. Ilyenkor, amire még figyelnünk kell, a botot, a dobás, ahogy a zsinór kiszalad a gyűrűkön, körülbelül abba az ívbe kell tartani, hogy a zsinór tart befelé, tehát ahogy pereg le a zsinór, abba az ívbe, hogy szinte egyenesen, ahogy távozik a gyűrűből a zsinór, ne legyen törés a zsinór, illetve a levegőben lévő zsinór között, tehát a bot és a levegőben lévő zsinór között. Na, most összeszedtem a zsinórt, és itt van a jel. Klipszelni szoktam egyébként, viszont ezen a tavon elég sok nagy hal található, és ha véletlenül elfelejtjük kiakasztani a klipszet, akkor képesek elszakítani a zsinort, illetve elviszik akkor a botot. Én azt szoktam általában, hogy kiklipszelem, és a klipsznél bejelölöm. Az első dobás után a megfelelő a távolság, akkor egy fekete filccel, ez egy narancssárga zsinór, fekete filccel bejelölöm, utána kiakasztom a klipszet, és akkor fogom látni, hogy mikor sikerül az ideális távolságot elérnem. A klipszes dobásnál, hogyha be van klipszelve az orsó, arra kell figyelni, hogy amikor eldobjuk, és nagyjából tudjuk, hogy körülbelül hol fog kiakadni, akkor a botot a becsapódás előtt, mert úgyis nagyobb erővel fogjuk megdobni, mint ami nekünk a távolsághoz kell, picit fölemeljük, és amikor megakad a klipsz, akkor nem fogja elszakítani nekünk a zsinort az ólom, mert a bottal utána tudjuk engedni szépen, és akkor szinte le tudjuk rakni az ólmot a víz tetejére, és akkor így nem fog szakítást eredményezni, illetve az a távolság, amit beklipszeltünk, az biztos, hogy oda fog becsobbanni az ólom, ahova szeretnénk abba a távolságba. Ha az ólomválasztásról szeretnétek több információt megtudni, a belinkelt videóban ezt megtehetitek. A parkoló történő etetésnek nekem vagy számomra a legkedvencebb formája a dobócsöves etetés. Ez hihetetlen fegyver tud lenni, hiszen a tavon a halak már nem csak a bejutatott táplálékot keresik, hanem a hangját is azonosítják a hangját a táplálék beérkezésével, ezért ha elkezdünk csövezni, dobócsövezni, nagyon sokszor a golyó budjanásának a hangja is odacsalja a halakat, és sokszor kapásunk van dobócsövezés közben. A Fox palettáján két méretben
árulja a dobócsövet, 26-os és 20-as méretben lehet kapni, és ami nagyon fontos, biztonságban tudjuk tárolni, hiszen mind a kettőhöz gyönyörű szép, szépen hímzett gyöngyvászon tokot kapunk, ami maximális biztonságot nyújt a csövünknek, természetesen ez nem jelenti azt, hogy akár egy autóval is átmehetünk rajta. Ha kivesszük a csövet, mint látjátok, egy nagyon szépen kidolgozott csőről van szó, szép lak fedi a karbon réteget, és hát ami a legfontosabb, természetesen hihetetlen pillekönnyű. Ami nagyon nagy előnye a Fox dobócsöveknek, mutatom nektek itt a nyíl részen, ovális résszel tudjuk teljesen biztonságosan, egyenesen tartani a csövünket. Ugye sok csőnek ez kerek ez a rész, és észre sem veszük, ha egy picit elfordul a tenyerünkben a cső, és már is jobbra vagy balra elrepül a golyó, hiszen ennek a módszernek a legfontosabb szempontja, hogy nagyon-nagyon pontosan etessünk, minél kisebb körben szórjuk be a golyókat, mert ha nagyon szétszórjuk, akkor bizony nehezen fogjuk megtalálni a végszerelékkel a halunkat. Mielőtt rákérdeznétek, a kesztyűt nem a hideg miatt vettem fel, sokkal, de sokkal stabilabban tudjuk tartani a dobócsövünket egy ilyen kesztyűben. Gondoljatok csak a Forma 1-es pilótákra, vagy egyéb sportokban, ahol szükség van a stabil fogásra, ott kesztyűt használnak. A pontos etetés sok kis apró momentumból tevődik össze. Ennek egyik eleme, hogy a beszórandó golyót helyezzük el a közelünkbe. Nem mászkáljunk el érte. Az a fontos, hogyha felvesszük a dobó pozíciót, ebből a állásból nem mozduljunk el, és ezzel már hozzájárulunk, nagyon nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy mindig ugyanoda szorjuk be a golyónkat. Ha magunk mellé tesszük a golyót, csak egy kézmozdulattal tudunk a markunkba venni. Szintén a Fox dobócsövek nagyon nagy előnye ez az alsó töltőnyílás. Hogyha ide nyúlunk, innen kell megtölteni egy csövet, ez nagyon nagy mozdulat. Ezzel is veszíthetünk a pontosságunkból, illetve sokkal, de sokkal gyorsabban tudjuk megtölteni alul a csövünket. Hamarabb rátalálunk a lyukra, mint itt fönt kell keresgetni. Oda sem kell néznünk igazából, hiszen meg fogjuk szokni, hogy hol találjuk ezt a kis nyílást, és egy határozott mozdulattal tudjuk eldobni a golyónkat. Nagyon sokszor hallunk olyan panasz, hogy a golyót elvágja a karbon cső, hiszen a belsejét nem tudják annyira elmunkálni, nem tudják ilyen simára lecsiszolni, vagy lelakkozni úgymond. Ugye erre két módszer van. Az egyik az, hogy a dobócsövet bevizezzük a belső felét, a másik módszer pedig az, hogy eleve a bojlit vízbe rakjuk, és akkor vizes bojlit fogunk dobócsövezni. Mind a két módszerrel elkerüljük azt, hogy a dobócső elvágja a golyónkat. És hát mint egy, nem, aki ismeri a sárpálcázást, ugye ez szinte azon az elven működik, meglegyintjük és a bizonyos ponton megállítva a csövünket bejuttatjuk a golyót a kívánt helyre, jelen esetben a bója köré igyekszek bejutatni. Ugye ilyenkor, mikor szél van, erre is rá kell számolni, hogy a szelet kompenzáljuk, de ezt igazából erre nincsen egy exakt megoldás, ezt mindenkinek magának kell bizony kitapasztalnia, hogy ha fúj a szél, akkor hova kell, igazából az elengedés pontját kell változtatni, hogy nagyobb ívet adunk a golyónak, és úgy száll, vagy pedig inkább jobban úgymond megcsavarjuk, és lentebb engedjük el. A helyes dobócsövezéshez az elengedés pontját kell megtalálnunk. Hogyha nagyon hamar dobjuk ki a golyónkat, akkor egy nagyon magas ívet fog repülni, nagyon magasra felszáll, és viszonylag közel fog leesni. Viszont, hogyha soká engedjük el, akkor magunk elé fogjuk lecsapni. Tehát ezt a pontos ívet kell megtalálnunk, hogy hol az a pont, ahol ki kell engednünk a golyót, és akkor pontosan a bójánk mellé fog leesni. Az iges horgászathoz a becsövezendő bojlit bármilyen festéktartalmú dippel vagy folyadékkal be lehet esetleg itatni, és ezt becsövezve az ígre lehet egy etetést csinálni.
mint ahogy Józsi is már mondta, a dobós horgászathoz egyszer használjuk a dobócsövet etetésre, illetve az pombot, a rakétát. Ebből a rakétából többfajta méret létezik. Jelen pillanatban most már négyféle mérettel találkozhatunk a boltok polcain. Van a mini, a midi, illetve most ez a midi X nevezetű spomb, ebben már található egy szivacs, ami föntartja a víz tetején a spombot, hogyha beszakadna a rakéta, illetve a nagyméretű spomb, amiben nagy mennyiségű etetőanyagot tudunk bejuttatni. Az etetés során ugye magvakat, bojlit, bármilyen pelletet be tudunk juttatni. Ha részletesebben kíváncsiak vagytok a spombolásra, illetve magának a szereléknek az összeállítására, ezen a linken itt fönt meg fogjátok találni. Ami nagyon lényeges, ha megtöltöttük a spombot, meg kell rázni, tömörödjön, mert hogyha a súly nem alul helyezkedik el, hanem nagyon fönt ebbe a felső vékonyabb részébe, akkor dobás közben be tud citálni a spomb, és nem fogjuk elérni vele azt a távolságot, amit a klipszelbe akasztottunk, és kezdhetjük előről az etetést, illetve a dobást, és nagyon szét fogjuk húzni akkor az etetést, illetve a halakat előttünk. Amikor beér a vízbe a spomb, ugye becsapódik, itt elől ezt a nyomógombot meg fogja ütni a víz, és kiszóródik belőle az anyag. Természetesen az, amikor beérkezik a vízbe, ez sokkal intenzívebb erőhatások vannak, és ahogy beér, ugye jobban szét fogja csapni a víz, illetve az etetőanyag is nagyobb területen fog terülni. Ugye ami fönt, mondjuk egy 2 méteres vízbe, egy 20-30 centis sugarú körbe szétterül, az le, mire leér, ugye az még nagyobb, tehát valószínűleg egy 80 centi, vagy akár egy 1 méteres körbe is szét fog hullani az etetőanyag, ugye mert a maga a magok, illetve a pelletek, azok nem egyenesen fognak leérkezni, hanem libegve fognak leszállni a víz aljára. A dobást ugyanúgy végezzük, ahogy korábban bemutattam. Nagyon figyeljünk oda, hogy a fék be legyen húzva, ne tudjon megcsúszni a zsinór az ujjunkon, mert akkor meg fogja vágni, és elég komoly sérüléseket tud okozni, akár még orvoshoz is lehet majd menni a végén. A spombot én, amikor eldobom, jobban föl szoktam tekerni, mint egyébként egy olmot. Itt lehet is látni, hogy a spomb nekem a végétől körülbelül olyan 60-70 centire van. Az olmot picit lejjebb szoktam engedni. Lehetséges, hogy ez az én úgymond hibám, talán félek attól, hogy le fog érni a spombnak a gombja és kinyílik dobás előtt, elég nagy kellemetlenséget tud okozni. És kivitelezzük a dobást, teljesen ugyanaz a kiinduló pontunk, mint az ólomdobásakor. Ugyanúgy föltartjuk a kezünket, ugyanúgy behúzom a hasamhoz a botnak a végét, ugyanúgy a botnak a végét fogom. És akkor kivitelezem a dobást, ugyanúgy támadó állásba fog megállni a végén, amikor el fogom dobni a rakétát. És természetesen ugyanúgy le kell követni a bottal a zsinór ívét. Józsi, kész a kávé? Na, úgy tűnik, hogy jó helyre tettük le a bójákat, nem? Igen. Én úgy gondolom, hogy amit eddig sikerült produkálnunk róla, illetve a halaknak irányunkba, az egész biztató az elkövetkezendő időre nézve is, amíg még itt leszünk. Az segítség itt, hogy lehet használni a csónakot a bójázáshoz. Igen, ugye bementünk bent, én nekem 130 méter körül sikerült találnom egy olyan ilyen kemény, illetve iszapát menetet, ahol valószínűsíthető volt, hogy találunk majd halat. Igen, ugye bennem is az volt, hogy harsány nagyot kell dobni. Azért örültem ennek a helynek, hogy itt baloldalt itt volt ez a kis csendes öbből, biztos voltam benne, hogy ide kijárnak a halak, úgyhogy hát a barátom is, akikkel beszélgettem, ők is adtak tippeket, hogy ha keresünk, akkor találunk egy kis medertörést, és valóban
megtaláltuk azt a 40 centi különbséget, ugye nem nagy különbség, de egy 40 centis púp is már milyen jelentős különbséget tud produkálni, hogyha ott jár a hal, ha azt horgásztuk meg, akkor sokkal elmélyesebb tudunk lenni, mint akár 30 méterrel alép. Hát a nád előtt meg megint csak ott egész biztos, hogy jár a hal, hiszen ott van a táplálék neki. Igen, ez egy hosszú távon komoly haltartó hely. A nád között jól érzi magát, kijár, talál természetes táplálékot. Gyakorlatilag ilyen helyen, hogyha itt horgászik az ember, azért mindig talál horogra valót. Hát így van, ezért nagyon fontos az, hogy tapogatással kell kezdeni. Ugye, ha csónakkal be lehet menni, akkor tapogatórúd vagy radar, ha csak partról, akkor meg mindenképpen markerezni kell a medret, hogy találjunk olyan jó helyeket, ahol jár a hal, és könnyebben, gyorsabban megtudjuk. Így van, ugye a markernál ugye az is fontos, hogy az ólommal ugye meg tudjuk keresni az hajzaton azokat az iszap, illetve kemény váltásokat, ahol érdemes horgászni, mert ugye az iszapban, hogyha ez egy olyan minőségi iszap, akkor ott a természetes tápláléka a halnak ugye megterem, egy ökoszisztéma van lent az iszapba, és ott talál megfelelő táplálékot egész évben, és oda azért visszajárnak a halak. Hogyha ide horgászunk, azért valószínű, hogy fogunk halat. Ahogy a film elején is említettem, helikopter szerelékkel horgászok. Ennek az összeállítását fogom majd bemutatni. Ez azért jó a helikopter szerelék, mert dobás közben a flowcarbon zsinór, amit használok, az előke zsinór, nem tud rágabajodni, ki tudja magát pörögni dobás közben, és így nem fog gubancot okozni nekünk dobás közben. Az összeállításához föl fogok használni egy Submer zsinort. Ez hasonló, mint az ólombetétes lirkóros zsinór, csak ennek nincs a belsejébe a vékony ólombetét szál, hanem maga a fonott zsinór van megnehezítve, és így nincs az a merev érzete a zsinórnak. Akkor megvarrom a két végét a Submer zsinórnak. Ez egy litkorhoz használhatós vékony fűzőtűt fogok használni. Körülbelül 5-6 centi hosszan fogom visszahúzni önmagába ezt a Submer zsinórt. Itt egy picit meg kell csavargatni, mert elég nehézkes a visszahúzás, de ha ügyesen megtekergeti az ember, akkor szokott sikerülni. Egyik végét megvartam, körülbelül egy olyan 50-60 centinél elvágom. Még addig, amíg nincs megvarva, addig érdemes a gumigyöngyöket fölfűzni, illetve ezt a szilikon csövecskét, amire a gumigyöngyöt rá fogom húzni. Én általában két gyöngyöt szoktam rárakni. Fönt vannak a gumigyöngyök, akkor pedig megvarom a másik végét, és szintén egy ilyen 5-6 centis visszafűzést vagy varrást kell eszközölni a másik végére. Amikor elkészül a varrás, ugye önmagára vissza fog szorulni, minél jobban húzza a hal, annál jobban fog önmagára visszaszorulni ez a Submer zsinór, és kész van a másik végén is a hurok. Amikor ez elkészült, a gumihüvelyt is ráfűzöm, illetve a Quick Change forgót. A Quick Link kapcsot meg egyszerűen belehurkolom a végébe, ide fogom majd a végén, amikor minden elkészültem, az olmot belakasztani. Jelen pillanatban elkészült a helikopter szerelékünk, ide belakasztom az olmot, ráhúzom a gumihüvelyt, illetve a szilikon csövecskére a két gumigolyót ráhúzom, és elkészült a helikopter szerelékünk. A dobó előtétre ezt a Submer zsinór másik végén lévő hurkot belehurkoljuk, összehurkoljuk, mert a dobó előtét végére is egy hurkot kötünk, összehurkoljuk a két fület, és már dobhatunk is. Elkészült a helikopter felszerelés.
azért fárasztok így leengedett bocspiccel, mert így talán nem pánikol be annyira a hal, mert nem azt érzi, hogy fölfele van húzva, és sokkal könnyebb kihúzni, szinte egyenes vonalba ki lehet húzni némelyik halat. Bízunk benne, hogy sikerült sok hasznos információt megosztani veletek a dobós horgászmódszerrel kapcsolatban. Ha bármilyen kérdésetek lenne, tegyétek fel nekünk a videó alatt, vagy bármelyik média platformon, YouTube-on, Instagramon, vagy a Facebookon. Sziasztok! Sziasztok! Ennek a horgászállásnak a sajátossága, hogy balra tőlem helyezkedik el a tó egyik sarka, igazából ez egy öböl, ahol a legsekélyebb a tónak a vize, és ezért ilyenkor tavasszal természetesen ide húzódnak a halak, nagyon szeretik ezt a helyet. Azonban a belógó nádfal miatt ezt a stégről nem tudom megdobni, erre találtuk ki az úgynevezett Titanic módszert, amihez Peti segítségét fogom kérni, és most megmutatom, hogy hogyan is néz ez ki. Peti, segítenél? Figyelj, lassan indulunk. Ugye búját letehetünk csónakkal, azonban a szeleléket nem lehet behúzni, ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit Peti engem bentebbtől ezzel a csónakkal, és már is a nádfal elé kerülök, így egy jól irányzott dobással nagyon-nagyon jó helyre tudjuk bejuttatni a szerelékünket. Az előző hal ez meg is mutatta, hogy bizony ahogy süt fel a nap, egyre melegszik az idő, húzódnak ide a nádfal elé a halak, úgyhogy gyorsan be is dobjuk ezt a szereléket ide közvetlenül a nádfal elé. Mit látsz? Az mi hernyó. Hallott? Így állt a lábára, azt a feje így mindenfele izé van. Ebből lesz az alien. Azért tettem a kezedre, onnan ugrik a hasadra. És éjszaka fog kijönni belőled, érted? Baby alien volt. És akkor kijön a hasadból, tudod így fölkelsz, és mindjárt megyek, és kiabál neked, apa. Téged fog megenni, öcsém. Igen, először a kis testű állatokat kapja el, macskát, meg a kacsákat. Utána megnő. Aha, furcsák nekem ezek a kacsák, amik itt mászkálnak. Tegnap több volt? Ne szórakozz!